Köszöntöm a Jásztrió Televízió minden kedves nézőjét, Jászfényszarúi magazinunkat látják. Új üzemcsarnok épül az ipari parkban. A több mint 30 milliárd forintos autóipari beruházással közel 500 új munkahely teremtődik 2019-ig. Az építkezés első jelképes kapavágásán jelen volt Szijjártó Péter külügyminiszter is. Már nem sokáig borítja föld a Jászfényszarúi ipari park déli üres szegletét. Az év végére a ThyssenKrupp gyárcsarnoka áll majd ezen a helyen, melynek alapkövét szerdán délután helyezték el ünnepélyes keretek között. Ez az ünnep a jövő kollégáinak is szól. Innovatív termékek fogunk gyártani, és 500 új munkahelyet hozunk létre. Mark de Bastos Eckstein, a ThyssenKrupp ügyvezető igazgatója köszöntötte az ünnepség résztvevőit. A gyáregység vezetője ismertette a zöldmezős beruházás részleteit és a vállalat gazdasági filozófiáját. Soha ennyit nem kellett dolgozni egy nagy vállalat beruházásáért, mint manapság. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédében azt mondta, a magyar kormány 10,6 milliárd forinttal támogatja a ThyssenKruppot. Hozzáfűzte, bár szinte két heti rendszerességgel jelentenek be jelentősebb német beruházásokat Magyarországon, az Audi 2010. évi győri új gyár építése óta ez az első zöldmezős német beruházás az országban. Polgármester asszony is elmondta, kb. Két éve tárgyalunk arról, hogy a ThyssenKrupp Magyarországra azon belül Jászfényszarúra hozza a beruházását. És bizony, nagyon komoly versenyben sikerült ezt elérnünk, hiszen hosszan tudnám sorolni azoknak a környező országoknak a listáját, akik ugyanígy örültek volna annak, ha ezt az ünnepséget ma nem Magyarországon, hanem másik országban bonyolítják le. A miniszter azt is kiemelte, hogy 6000 német vállalat mintegy 3000 embert alkalmaz Magyarországon, és ezen német vállalatok 80%-a újra az országot választaná befektetésének helyszínéül. Most én vagyok az országban az egyik legbüszkébb és a legboldogabb polgármester. Győriné dr. Ceglédi Márta polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a ThyssenKrupp egy újabb gazdasági sikert, egyfajta gazdasági stabilitást jelent a városnak a Samsung mellett. Jászfényszarú kinövesztette a másik lábát is. A Samsung Electronics Magyar ZRT jelenléte nyilván nagyon jól érzékelhető a városban, a munkahelyek számában, a beszállítóknál, de azt gondolom, hogy egy egészen más karakterű vállalat, cég, az autóipari beszállító, a ThyssenKrupp újabb siker tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy túlmutat Jászfényszarú határain. Henrik Heisinger, a ThyssenKrupp vezérigazgatója az eseményen elmondta, hogy a vállalat a bizalom és az együttműködés jegyében hosszú távra tervez. A zöldmezős beruházás eredményeképpen a Budapesti Kutatási és Fejlesztési Kompetencia Központon és a győri gyáron kívül 2018-tól Jászfényszarún is gyárt kormányrendszereket és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket a vállalat. Számos más ország is pályázott a lehetőségre, de komoly felmérések és elemzések után két évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy Jászfényszarún lesz a beruházás helyszíne. Magyarország támogatása és a kitűnő infrastruktúrális körülmények vezettek el minket ide, hogy ma itt lehetünk és együtt ünnepelhetünk. Vállalatunk a bizalom és az együttműködés jegyében hosszú távra tervez. Az ünnepség végén jelképesen is kiásták a ThyssenKrupp legújabb beruházásának alapját, mely a jövőben újabb gazdasági sikerekhez és elismerésekhez juttathatja Jászfényszarút és vele a jársságot. Április 19-én megnyílt Cene Márta festőművész kiállítása a régi kaszinó étteremben. Az alkotót és a realisztikus tárlatot Mátyási Gábor festőművész méltatta. Tóth Mercedes virtuóz hegedűjátéka nyitotta meg Cene Márta festőművész realisztikus kiállítását. Az alkotó munkái fotókat meghazudtolva ábrázolják a valóságot, a mindennapi élet szerves részeit. Cene Mártától nem áll távol a vizuális műfajok, közülük a fotó és a mozgókép sem. Bár ahogy körbetekintünk a termet, bármely képről gondolhatnánk, hogy fotó. Vagy ha megnyomjuk a távirányítón a play gombot, akkor tovább mozdul a kép.
Az alkotót és munkáit Mátyási Gábor festőművész méltatta. A tárlat egyik érdekessége, hogy a különböző elemeit egymás mellé képzelve összeállnak egy nagy egészé, de külön-külön is maradandó és komoly mondani valót tükröznek. Alapvetően realistának nevezném valóban a stílust, amiben alkotok, és tulajdonképpen a Photoshop sem egy annyira távoli hasonlat, tehát engem nagyon érdekel a montás technikája, akár a filmes, akár a fényképészeti montázsé. Hát nagyon izgalmasnak találom azt a módszert, ahogy a filmeken sokszor azt látjuk, hogy a feszültség, vagy akár egy történet sodrásának a felerősítése céljából nagyon sokszor akár egész gyorsan, teljesen különböző beállítású képek követik egymást. És tulajdonképpen valami ilyesminek az állóképen vagy festészetben való kipróbálására törekszem. Tehát, hogy hogyan lehetne egy narratív folyamatot egy állóképen úgy kifejezni, mint hogyha akár különböző filmkockákat látnánk egymás után. A realista művésznek számos egyéni és csoportos kiállítása volt hazánkban, s külföldön egyaránt. Munkáinak expresszivitása a látványelemek és az eszközhatárok összekapcsolódásából eredeztethető. Valami olyasmi a célom, hogy azt szeretném, hogyha a néző ezeket a képeket látva elgondolkodna azon, hogy hogyan tudná összekapcsolni a néha szinte összefüggéstelennek látszó, vagy akár csak a tér által összekötött jeleneteket. Tehát, hogyha elindítana egyfajta narratív gondolkodást a nézőben, és valahogy a saját történeteivel töltené meg őket. Tehát valahogy úgy, mintha egy filmet látva átéljük azt, és a saját életünkkel találunk párhuzamokat benne. Cene Márta gondolatébresztő kiállítása május 20-áig tekinthető meg Jászfényszaron, a régi kaszinó étteremben. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár számos kézműves csoportnak ad helyet az alkotásra. A kézimunka szakkörön horgolással, hímzéssel, illetve gyöngyfűzéssel is foglalkoznak. Ezeknek a csoportoknak nyílt közös kiállítása április 26-án kedden. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár számos kézműves csoportnak ad helyet az alkotásra. A kézi munka szakkörökön horgolással, hímzéssel, foltvarrással, illetve gyöngyfűzéssel is foglalkoznak. A legfiatalabb csoport mindössze pár hónapja, a legidősebb pedig már több éve működik. A szakkör tagjának első munkái, első szány próbáltatásai láthatók a kiállításon, illetve az immár másfél éve szolgálatban tanuló növendékek egyre ügyesebb alkotásai. Tanítványai munkái mellett megtekinthetnek egy pár általam készített zsűrizett ékszert is, amik között látható sárkozi, sváb, ukrán, zengővárkonyi, somogyinaké. Szakkörünk célja, hogy a résztvevők megismerik a hagyományos fűzési technikákat, záródási megoldásokat, és napjából is fordható ékszereket tudjanak készíteni. A gyöngyfűző csoport már több esztendeje működik. Vezetője Barnett Hajnalka, aki gyermekkorában ismerkedett meg az ékszerkészítés szépségével. Foglalkozásain a népi ékszerkészítés mellett a modern gyöngyfűzésbe is belekóstolhatnak a résztvevők. A 2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykunszolnok megyei irodája az Újraöltünk és Örökítünk program keretében 5 településen indított hímzőszakkört a helyi művelődési házak közreműködésével. Jászfényszaron 15 lelkes hímző vállalkozott arra, hogy újra tanulja a jászhímzést, melyet szűcsmintákról mentettek meg az utókornak. A második évben újraindulhattunk a Kocsinka jó voltából, amit köszönünk is neki, és remélem, hogy ez továbbra is folytatódni fog. Tavaly az első évünk volt, amikor a Magyar Művelődési Intézet által indított 5 hónapos foglalkozás volt, ahol kötelezően a jászsági szűcshímzést a mi
szűkebb hazánknak a szűcsímzését tanulmányoztuk, ismerték meg az asszonyok, az a 5 hónapos foglalkozás csak arról szólt. Azóta terjeszkedtünk tovább, 16 tájegységet tudtunk venni október óta, a mai napig, most ugye április vége van, és 15 fővel. Én azt hiszem, hogy ez a 16 tájegység, ez a rövid idő alatt, ez egy nagyon szép teljesítmény. Ez a kis csoport, ez egy nagyon aktív, nagyon érdeklődőek és nagyon szorgalmasak. A legifjabb csoportot a foltvarrók alkotják. Vezetőjük Pintér Lászlóné közel 2 évtizede foglalkozik a foltvarrás művészetével. Jászfényszaron februárban indult a szakkör egy hangulatos és lelkes kislétszámú csoporttal. Ennek az a varázsa, hogy egyedi. Tehát mindenki használhatja a saját színvilágát. Használhat olyan mintákat, motivumokat, ami neki tetszik. Tehát nem kell másolni a másik munkáját, hanem ha én elgondolok valamit, kikísérletezem, tehát mindenki úttörő tulajdonképpen, és hát a foltvarrásnak, akik művészi fokon művelik a foltvarrást, azoknak az ismeretlen foltvarrók tapossák ki az utat, és azoknak köszönhetik, hogy tényleg világmozgalom lett belőle. És a varázsa az, hogy ha nem is a legszebb része a foltvarrásnak, de talán a közösségi munka. Tehát az, hogy asszonyokat összehozza, barátságok kötnek, hát én is, ahogy járok a foltvarró táborokba, már sokszor nem is a varrásért megyek, hanem a társasági, a régi ismerősöké, és ez nagyon jó érzés. Mint ahogy van a foltvarróknak aranyszabálya, amelynek 12 pontja van, és az utolsó pontja az, hogy a foltvarrás érzelmi ragasztó az asszonyok között, segítenek összetartani ezt a szétesőben lévő világot. A horgolók csoportja is készült a kiállításra. A kislétszámú családias közösség vezető nélkül működik. Munkáikat gondos odafigyeléssel készítik heti egy foglalkozáson. A kézimunkacsoportok kiállításai május 25-éig tekinthetőek meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház földszinti kiállító termeiben. Egy egészen egyedi kezdeményezésnek lehetett szemtanúja az, aki a hétvégén a Petőfi Sándor Művelődési Házba látogatott. Rohamosztagosok, űrlények és dzsedik fogadták a látogatókat az első Csillagok háborúja napon. Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban. Azaz pontosabban nem is olyan régen, és nem is olyan messze, Jászfényszaron landolt a Millennium Falcon, közismertebb nevén az Ezer éves sólyom. Pilótája Han Solo magával hozta a Csillagok háborúja filmsorozat szinte minden közismert alakját. Rohamosztagosok, jedik, robotok és űrlények foglalták el egy fél napra a Petőfi Sándor Művelődési Házat. Egész ott kezdődött, hogy rengeteg nagyon komoly művészeti ágat hoztunk ide Jászfényszaronra, zenét, festészetet, meg minden más. Hát gondoltuk, hogy egy kisebb, kommerszebb műsorral is elő lehetne állni itt a lakosság részére, és így jött ez az ötlet, hogy egy Star Wars, pontosabban Csillagok háborúja napot szervezzünk itt. Hát fölvettük a kapcsolatot itt a Magyar Star Wars klubbal, és ők nagyon sokban segítettek nekünk, hogy ez a program létrejöjjön. Amikor Luke Skywalker megérkezett, látta, hogy több tucat gyerkőcben is ott lakozik az erő, ezért megnyitották a Jedi Akadémiát. Csak a csukor mozogja, a többi nem kell. Gyakorlatilag az egésznek a harcművészet az alapja. Tehát maga a Csillagok háborújás fénykard harc is nagy részben a kendón, a norvég favágáson és a klasszikus középkori hosszúkardvíváson alapul.
Ez egy olyan dolog, hogy valakit elkap a szel, akkor mindenképpen innen már tovább fog lépni valamelyik harcművészeti irányba. Mit kaphatnak itt a kiképzésen kívül? Bármilyen kérdésükre választ. Ha valakit jobban érdekel, hogy ez pontosan hogy is néz ki, vagy mi is volt ennek az alapja, nagyon szívesen bárkinek elmagyarázzuk, megmutatjuk. Miből is alakult ki az, hogy Vader nagyúr miért általában egy kézzel rohangál a fénykarddal, a Anakin miért lengeti össze-vissza a fénykardját, mindenek van egy logikus magyarázata. Bárkiből válhat Jedi? Ez egy fogós kérdés. Mint rajongó azt mondanám, hogy igen, bárkiből. Mint a másik verzió a rajongónak, azt mondanám, hogy azért ez egy nagyon hosszú procedúra, hogy valaki sok időt szentelne annak, hogy ő kiképezze magát egy olyan szintű tudásra, hogy mondjuk ezzel fel tudjon lépni egy színpadon. A Jedi tréning egy másik fontos eleme, hogy a tanoncok az elméjüket is kellően megedzék. Ehhez pedig nincs jobb módszer a galaxisban, a Dejarik saknál. Lényeg, hogy réhen nem léphetünk. A Dejarik sakkot láthatjuk játék közben. Gyerekek játszanak most vele. Ezt a sakkpartit, illetve hát ezt a játékot játszotta a Chewbacca Millennium Falconon, R2D2-val a New Hope-ban, a Star Wars 4. részében. És mikor a kis droidban nyerésre állt, akkor Chewbacca elkezdte fenyegetni olyan értelemben, hogy mérges lett. És Han Solo mondta neki, hogy igen, a Wookie-val óvatosan kell bánni, mert hogy a droid az nem fogja szétverni a partnerét a játék végén, hogyha nem győz, viszont egy Wookie az igen. Úgyhogy C.P.O. azt javasolta neki, hogy akkor hagyjuk nyerni a Wookie-t. Kinek ajánlhatjuk ezt a játékot? Ez egy egyszerű játék? Egyszerű, hát az elején egy kicsit bonyolultnak tűnik, de amint az ember látja úgy működés közben, akkor gyorsan bele lehet tanulni. Ez egy ilyen stratégiai játék, örökre osztott stratégiai játék. Két ember játszhatja, és nagyon élvezetes, a gyerekek szokták nagyon élvezni, felnőtteknek is kiváló időtöltés. A Star Wars Club, aminek én a vezetője vagyok, idén tölti be a 20. születésnapját. Közben a színpadon Barta Zoltán, a Magyar Star Wars Club elnöke mesélt a Csillagok háborúja történelméről. Filmritkaságokat vetítettek, és kulisszatitkokról lebentették fel a fátylat a nagy közönség előtt. 76 márciusában kezdődött a forgatás Tunéziában, rendkívül most a körülmények között, ugye a stábnak emberpróbáló helyeként kellett megfordulnia. És hát volt egy olyan alkalom, amikor néhány nappal a forgatás megkezdése után egy iszonyatos homokvihar csapott le a stábra, és jelentősen szétszilálta nem csak a táborukat, hanem a felállított díszleteknek a legjavát is elsodorta, úgyhogy kezdhettek mindent előről. Az első Csillagok háborúja napján volt egy pillanat, amikor minden rajongót kirázott a hideg. Luke, én vagyok az apád. Nem ez volt az. Az ominózus pillanat akkor történt, amikor Csernák János a színpadra lépett és megszólalt. Köszönöm a kérdést, és köszöntök minden jelenlévő kedves vendéget. Csernák János Han Solo örökös magyar hangja ikonikus figurájává vált a Star Warsnak és a rajongóknak is. Én nekem ez mindenhol nagyon jól esik. Nagyon szeretem a közönséget, nagyon tisztelem. A közönségnek szokták mondani, hogy az ezer karú szörny, vagy nem tudom, ilyeneket is, ilyen kifejezéseket is használnak. Én ennek csak a jó oldalát tapasztaltam egész pályámon. Most pedig különösen ezeknél a filmeknél, mert én személyesen is nagyon szeretem a filmet nagyon jól csinálni, és a visszajelzések pedig az egész világon különösen jók. Itt Magyarországon pedig a magyar szinkront értékelik, és én ebben benne lehettem, úgyhogy köszönöm a sorsnak. Nagyon, nagyon szerettem csinálni, és a közönséget pedig külön szeretem, mert tényleg itt is Jászságban is nagyon kedvesen fogadtak, és nagyon jó hangot tudtunk megtalálni kezdetektől fogva a Jászsági közönséggel. Arra megkérhetnénk-e, hogy idézzen nekünk valamit a filmből, hogy a nézőink is tudják ezt értékelni? Hát azt hiszem, hogy a legaktuálisabb a legutolsó, most bemutatott részben elhangzó. Egy rövid történetet ehhez még, hogy kétszer hördült föl a díszbemutatón az IMAX teremben a közönség. Az egyik az volt, amikor a Millennium Falcont, az ezer éves solymot meglátták, ugye rozsdásan, de meglátták. A másik pedig akkor, amikor a Harrison Ford bejött és azt mondta, hogy Csuvi, hazaértünk. A Csillagok háborúja napon bárki részt vehetett az interaktív kvízjátékokban, átmaszkírozhatta magát, beülhetett a hangulatos űrkocsmába, vagy testközelből beszélgethetett a filmsorozat valamely szereplőjével. Természetesen ez utóbbit csak akkor, ha megértette a nyelvüket.
Jászfény Szarói magazinunk ezzel már a véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!